Kedves nézőink, mai olvasó lámpánkban választottunk egy könyvet, Paulinyi Tamás Bólébál című kisregényét, és hát nem véletlenül, de mindenek előtt szeretettel köszöntöm a szerzőt itt a stúdióban. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. És hát az az igazság, hogy nézőink ismerik Önt úgy is, mint írót, újságokban rengeteg cikke jelenik meg, tanár, és hát nem utolsó sorban a Szintézi Szabad Egyetem alapítója, igazgatója, tudatkutató, tehát számos oldaláról ismerjük, és ilyenkor mindig különleges, ha megjelenik egy kis könyv, ami tényleg a belső gondolatait fejezi ki, mennyiben mondhatjuk ezt regénynek? Furcsa műfaj, önéletrajzi kisegényről beszélünk. Azt gondolom, hogy ö, irodalmi szinten megáll a helyén, mint regény. Ez a könyv most másodszor született meg. Nyolc évvel ezelőtt jelent meg először, évek óta nem kapható. Közben szinterabot készítettek belőle, a tália színházban mutatták be, és játszották egy ideig. De valahogy azt érzem, hogy ez az újjászületés, ez a második kiadás, egy újabb esély arra, hogy, hogy, hogy megismerjék tényleg azokat a belső tartalmakat, a világomat, amit úgy gondolok, hogy ebben a könyvben nagyon szépen sikerült leírnom, tehát az irodalmi értékét én magam is nagyra tartom. Nagyon jó egyébként kézbe fogni, könnyű olvasni, a mai rohanó világba egy metrón elő lehet Igen. venni, és egy, a betűk is végre olvashatók, úgyhogy nem mindegy, hogy egy könyvet hogy tudunk kézbe venni. Mikor indul a regény gyerekkorban tulajdonképpen? Gyerekkorban, hát ha úgy tetszik az eszmélkedésemtől, tehát öt-hat éves kisfiúként mutatom be magam. Ez gyakorlatilag egy, egy újraélése, egy, egy felnőtté válásnak. Tehát ebből a 5-6 éves kisfiúból hogy válik fiatal felnőtt, hogy jutok el a könyv végén addig, amikor már 30, 30 akárhány éves vagyok. De mindennel együtt azt gondolom, hogy ez, ez nem csak egy visszaemlékezés, hanem egyfajta életrekeltés. Tehát érdekes, hogy ugye a halottak napja környékén járunk. És tudni kell, hogy családomnak, hiszen a gyerekkoromról van szó, a, a, szereplői, a sorsom szereplői, akik ebben a könyvben is szerepelnek, hosszú évek óta nincsenek az élők sorában. És mégis azt gondolom, hogy egy ilyen újjászületés, egy új kérdés a könyvnek, őket is életre kelti. Tehát együtt telnek fölöttünk az évek, 60-as, 70-es, 80-as évekről beszélünk, tehát azért van ebbe egy, egy komoly visszaemlékezés a társadalomra is? Régi Vagy érára, csak... igen, igen, egy gyerek szemével bemutatva. Tehát tudni kell, hogy jelen időben játszodik egyes szám első személyben fogalmazva. Gyakorlatilag egy kisfiú kezdi el mondani a történetet, és egy felnőtt fejezi be. Na most egy könyv ugye akkor hatásos, akkor éri el a célját, ha a végén katarzis élményt okoz, tehát... Élni akarok, tenni akarok, jobbítani akarok. Van-e ilyen része ennek a regénynek? Van, 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 és ez tudatos is volt, illetve hát a regénynek az íve is ugyanide vezetett. Meg kell mondjam, hogy ez egy nagyon szomorú történet, tehát egy, egy nagyon nehéz gyerekkornak a, a bemutatása. Nem voltam szerencsés a sorssal, furcsa családba születtem. Művész családban, de azért nagy problémák voltak ám. Neurotikus, akár már úgy mondhatjuk pszichopatológiai problémákkal küzdöttek a történet szereplői, nem beszélve, hogy az alkoholról. Tehát aki ezt kézbe fogja, készüljön rá, hogy egy, egy, egy mély utazás lesz ez a történet. Másrészt viszont azzal, hogy én ezt felnőtt fejjel írtam újra. Belevittem egy felülemelkedettséget, egy humort, vagyis még komikumot is. Tehát Ezt akartam tragikomédia mondani, ez a hogy javából. Most megdöbbenve hallom ezeket, hogy mert számomra is vannak benne ilyen tragikomikus elemek. Azok, igen. Ez segített tovább élni, vagy örülni? Igen, valljuk be őszintén, hogy az embernek az egyik végső menedéke a humor egy helyzet abszurditásába meglátja azt, hogy ez végül is valóna nagyon magasról nézve, bármilyen tragikus és szomorú, valahogy mégiscsak derűs, egy, egy hosszabb évtizedeken át tekintett sorsból visszatekintve. Tehát azt gondolom, hogy az a katarzis, ahova ez a könyv végül is elér a végén, abból is adódik, hogy egy, egy nagyon mélyről induló történet emelkedik fel egy magasabb szintre, egy visszatekintésbe elfogadása, utólagos megértése, úgy tetszik utólagos megszeretésére olyan része őknek ebben a sorsban, ahol, akikkel akkor erre nem voltunk képesek. Engedjék meg, hogy Jókai Anna, mindannyiunk által szeretett írónő véleményét felolvassam a könyv elolvasása után. Ez a könyv nem szabályos regény, egy személyiség teremtő és szívet, lelket megrendítő gyermekség története. Meggyőz arról, hogy ilyen vagy olyan családba születünk, az nem véletlen, és a megpróbáltatásoknak oka és célja van. De ha a szeretet működik, minden túlélhető. Ez a vigaszunk. Akkor mondhatjuk azt, hogy a az írónő is tulajdonképpen ugyanazt a következtetést vonja le, hogy mindenből ki lehet mászni, hogyha vannak, ez akik egy, szeretnek minket. Ez egy olyan tanulság, ami mindenkinek az életére igaz, mindenkinek az életében, ennek így kellene történnie. Az, hogy az első kiadásból, az elolvasott könyvekből, én rengeteg véleményt kaptam vissza, számomra egy, egy óriási biztatás, Mások ugyanezt tükrözték vissza, hogy most már el tudják, jobban el tudják fogadni az életüket. És ha már ezt elérte ez a könyv, akkor már nagyon is megérte ezt színre adni. Nagyon nyílt, intim titkokat feszeget. Tehát óriási dilemma volt nekem ezt adni. Kicsit úgy mondanám, mint hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Kegyetlenül őszinte könyv. Nagyon nehéz érzés volt ez nekem, hogy megtehetem-e a holtakkal, hiszen, mint említettem, mm. már nem élnek. De mint az egészben a szeretet hagyja át a történetívét, a felismerés, az elfogadás, az utólagos elfogadása. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a terápiás hatása ha úgy tetszik rám, mindenképp nagyon komoly hatása volt. Nem csak rám, hanem még a múltba visszamenőleg, élőre, holtra egyaránt kiterjed. És ami nagyon fontos, újra és újra olvasva ugyanazt fedezem fel, ugyanazokat a katartikus gondolatokat, amik a mai életemhez is hozzáadnak. Nagyon furcsa volt színházban viszont látni ezt a könyvet. És ott jól sikerült mind a Szerintem színpadra vinni? Szerintem jól sikerült. Gyakorlatilag a szövegkönyv szinte teljesen mondatonként követi a könyvnek a jelentős részét. Egy zseniális rendezésben Bodor Böbe rendezte ezt a színdarabot. A fiú a tükörből ezt a címet kapta és, és számomra pedig egy, egy óriás élmény volt, hogy nem csak a könyvben néztem vissza a múltra, hanem láttam azt, hogy mások mit látnak a könyvből, hogy jelenítik meg. Tehát ezen a könyvön igenis bármilyen szomorú, mély és sok tekintetben keserű irányból indul, van egy áldás, egy felszabadulás. Én erről most több fronton is előadást tartok a közeljövőbe, ugye? Apropó az újra megjelenés. Ö, akkor beszéljünk erről, hogy tulajdonképpen jubileumokat is Igen. magad mögött tudhatsz, és ez mind az egyetem, mind pedig a munkásságod. Egy pár szót erről Összecsengés ezzel a könyvel, az irodalmi munkásságomnak a, új újbóli megjelenésével és újraéledésével. Két másik regényen dolgozom, de ez még maradjon titok, hogy mik lesznek ezek. Senki nem hallotta. Senki, senki nem hallotta, és egy új verses kötetem is hamarosan megjelenik. Ezzel párhuzamosan az iskolánk a Szintézis Szabad Egyetem, ugye Szepes Mária alapító fővédnökségével működik, 20. évét ünnepli most. Idén van 20. születésnapja az iskolának, és a művészet lesz a középponti téma. A művészet és a kreativitás, a spiritualitás, a teremtő erő. Ez nekem nagyon egybecseng ezekkel a dolgokkal, amit most a szépirodalom terén én munkásságként végzek. És ugyanígy 20. évfordulóját ünnepli Természetgyógyász Magazin a karácsonyi fesztiválja. Hát ugye ebben a magazinban... Épp azt néztem, hogy az magazinban egy remek cikk, egy interjú van. van veled, és gondolom, hogy aki szívesen olvasgatja a magazint, az biztos, hogy rábukkan hát már, aki meg még nem, annak itt a lehetőség, hogy elolvassa. Ami még nagyon fontos, hogy ugyanis ezt a 20. jubileumot nem csak az iskolán ünnepi, hanem a fesztivál is, én ezt a témát választottam saját előadásom anyagául. Karma és szabadság, megpróbáltatások és újjászületések. Pontosan arról lesz szó ott is, december 4-én, a 20. jubilomi fesztiválon, általam előadva, mint amit ebben a könyvben megfogalmazni tudtam. Hát erre még bőven lehet készülni, még pont Mikulás előtt van, december 4-e, aki szeretne a fesztiválra elmenni, de egy pár szóban, hogy lesz még azért ezen a fesztiválon, ez Ó, lesz a fő, hogy a művészetek, de esetleg egy-két előadót vagy? Hát természetesen ott lesz Müller Péter, aki a 80. születésnapját ünnepli. Fantasztikus. Csupa jubileum minden most itt az én látókörömben. Ott lesznek olyan előadók, akikkel évente találkozunk, oszlopos előadók, Simon Csics Péter, Jakab István, Szendi Gábor, és természetesen művészeti programosban is ismerős arcokkal találkozunk, Lár András, Kövisszabolcs, Erguzal John Bódi-Magdi, mit több. A díszednékünk a művészeti előadások közt ő, Horgas Eszter lesz. Uh -huh. Tehát azért erre nem büszkék vagyunk, ő itt lesz a 20. évfordulón. Hát jó, sűrű nap lesz. Jó, sűrű, három belső helyszínen zajlik. Ugyanúgy, ha valaki érdeklődik a, ebben a számba előzetes, a következőben, vagyis a mostani novemberiben, pedig hát egy teljes részletes programot lát. Úgyhogy összefonódik sok ünnep. Köze van a halálhoz, köze van az újjászületéshez, de mindenképp valami újrateremtéshez, ahol tényleg a szeretet adhatja át az életünk minden apró sötét zugát, és hogyha ilyen fényben látjuk a történéseket, azt hiszem a legtöbb, amit az ember megélhet bármilyen szenvedésből és megpróbáltatásból. Hát én azt tudom mondani, hogy egyrészt a természetgyógyászat magazint érdemes elővenni, mind a fesztiválról többet olvasni, mind ezt az interjút érdemes végignézni. És ha már Müller Péter szóba került, őtőle is szeretnék egy mondatot felolvasni. Tamás. Rokonok vagyunk mi nem csak abban, hogy az Isten titkait fürkészük, a lélek rejtélyes működését, és talán az élet értelmét is, de abban is, hogy mégis itt van a mi szenvedésekkel, szépségekkel és szörnyűségekkel teli zavaros és csodátlan hétköznapi életünk. Itt van a gyerekkorunk s az ifjúságunk, amelyel szeretnénk elszámolni. Kinek? A többi rokonnak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és mindezek tudatában már tényleg másképp veszük elő ezt a könyvet. Le lehet egyáltalán tenni? Nem. Ugye nem. És Én ezt, ezt büszkén hogy az... bátran Az első kiadás olvasói szinte egy emberként azt mondták, hogy ők belevágtak, hogy majd folytatják, de nem, de nem, de nem. Sokan voltak, akik este elkezdték olvasni és hajnalban tették le, sokan sírva, és, és ezt az egész történetet. Én most nehezen dicsérem magam, nem illik egy szerzőnek, de azt hiszem, hogy sikerült eltalálnom egy olyan irodalmi, bravúros stílust ebbe a könyvbe, ami eteti magát, viszi bejjebb, egyre bejjebb az olvasót ebbe a történetbe, és emeli egyre feljebb, és juttatja el ahhoz a már említett katarzishoz ami egy igazi mű, szerintem nem is lehet annyira igazi. Kedves nézőink, Olvasó Lámpánkban Bóli Bál című könyvét mutattuk be Paulinyi Tamásnak. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.